Főtisztelendő uram, igazgató, tisztelt hölgyeim és uraim! Húsz évvel ezelőtt rendkívül izgalmas összejövetelen vettem részt Kínában, a kantoni egyetemen. 30 európai és 30 kínai jött össze, hogy megvitassák a civilizáció közti félreértések gyökereit. Egy szép délelőtt megakadtunk, mert mi európaiak nem értettük, hogy a kínaiak számára mit jelent a nemzet, a hazafogalma. Valakinek az a jó ötlete támadt, hogy egy kínai kolléga írja föl a táblára azt az ideogramot, mely megfelel a nemzet szónak. A jelkép stilizált emberkét ábrázolt egy elhatárolt területen belül, és a kapott értelmezésből kiderült, hogy emberekről van szó, akik közösen élnek bizonyos határok között, oda tartoznak, ott érzik otthon magukat. Ez a haza. Ebben könnyű volt megállapodnunk. Nekem azonnal az jutott eszembe, hogy a közösség, mely együtt él, mely a mi szóval beszél magáról, melynek tagjai erős érzelemmel vonzódnak a magukénak tekintett területhez, országhoz, hazát képez. A haza ősrégi jelenség megtaláljuk már az emberiség hajnalán. A továbbiakban már nem a szociológus vagy a történész szemével vizsgáló majd mai elmélkedésünk tárgyát, hanem inkább személyes tapasztalataimat szeretném megosztani tisztelt hallgatóimmal. Életem első 20 évét Magyarországon töltöttem, és rendkívül hazafias nevelést kaptam. Eközben derült ki, hogy színtévesztő vagyok, szüleim meg voltak lepve, hogy az általam rajzolt magyar zászló piros-fehér-barna volt. 1949-ben hagytam el hazánkat, Belgiumban éltem le diákéveimet, egész egyetemi karrieremet, Belgiumban alapítottam családot, és már özvegyként tértem vissza szülőföldemre, addig 8 éve. A háború előtt és a háború alatt is az iskolában, de otthon is nevelésünket a trianoni trauma határozta meg. Elvesztettük az ezer éves haza kétharmadát, és millió számban csatoltak magyarokat idegen uralom alá. Ennek az igazságtalanságnak akart az akkori generáció véget vetni. Jól emlékszem rá, kaptam egy társasjátékot, melynek az volt a címe, Szerezzük vissza Nagy Magyarországot. Ez kirakós játék volt, kockadobással haladtunk előre, és foglaltuk vissza az elszakított vármegyéket. A nagy 19. századi költők, Kazinczy, Petőfi, Arany, Vörösmarty, ezeknek a nagy embereknek a lángoló hazaszeretete járta át lelkünket. Azonban a haza elvont fogalom. Ténylegesen 10 millió ismeretlen ember a honfitársunk. A hazát tehát szimbólumok testesítik meg, a nemzeti címer, a háromszínű lobogó, és jól emléksz arra is, hogy minden jelentősebb településen hősi emlékmű mű volt, országzászló, mely a gyász jeléül félárbószra volt eresztve. Ide vonultunk ki iskolástól a hazafias ünnepek alkalmával. Ezek után elképzelhető az a kitörő öröm, mely 1938 és 1941 között a Felvidék déli részének, Kárpátaljának, Észak-Erdélynek, a Délvidéknek a visszacsatolását övezte. Belképzelhető az a kiábrándulás is, mi az 1944-45-ös
összeomlás jellemezte. Az ország visszaszorult a trianoni határok közé. A háború után osztálytársaimmal, a budapesti piarista gimnázium tanulóival elkezdtünk lassacskán önállóan gondolkodni. Megtartottuk a hazánk iránti szeretetünket, nem fogott rajtunk az internacionalista ideológia, de felfedeztük, hogy más egységekhez is kötődhetünk, mint a nemzet. Lehetünk lokálpatrióták is, mert debreceniek, pécsiek, székelyek vagyunk, de európaiak is lehetünk, hisz kultúránkat, értékeinket, szellemiségünket jó részben más európai országoktól kaptuk. Minden egy picikét franciák, picikét németek, picikét olaszok, picikét spanyolok is vagyunk. Sőt, világpolgárok is lehetünk, mert hivatást kaptunk arra, hogy ezen a földön minden embert testvérnek tekintsük. Ezek a különböző szálak nem szítanak konfliktust. Jól megférnek egymás mellett. Nem mondhatom, hogy ne lennék kevésbé magyar, mert szívemhez közelebb áll Szöged, mint Veszprém. Vagy mert ha Amerikában vagyok, inkább európaiságom kerül előtérbe, mint magyarságom. Tudatára ébredtünk annak is, hogy nem csak hazánkban különböznek a nyelvi és a politikai határok, hanem sok olyan ország van, ahol nemzeti és államhatárok nem fedik egymást, mint például Spanyolországban vagy Nagy-Britániában, ami a haza fogalmát különösen bonyolultá teszi. Szerencsére nem Skóciába vagy Katalóniába kell ezt az előadást megtartanom, mert abból sok nehézség származna. Hasonló bonyolultságban kellett tisztán látnom, amikor 1949-ben Belgiumba érkeztem, és életem következő 60 esztendejét ott éltem le. Az első felfedezésem az volt, hogy magyarságom nincs se talajhoz, se fajhoz kötve. Antal József mondta, hogy ő lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke, ami azt jelenti, hogy Magyarország ott van, ahol magyarok élnek. Észrevettem azt is, hogy életünk első 20 éve megalapozza az összes többit, és azok a számunkra természetes tulajdonságok, ami magyarságunkhoz tartoznak, ezek a természetes tulajdonságok, melyeket elsajátítottunk, meghatározzák későbbi viselkedésünket is. Így például, mint egyetemi diák, nagy szimpátiának örvendtem a lányok között, mert óra után fölsegítettem a kabátjukat. Ez egy belga fiúnak eszébe se jutna, mert ő úgy gondolja, hogy a lányok eléggé önállóak, hogy saját maguk fölöltözzenek. Engem figyelmességre és udvariasságra neveltek. Az idősebb hölgyeknek kezet csókoltam. Ők ezt mindig örömmel fogadták, és bóknak vették. Csak egyszer jártam rosszul, amikor egy dáma meglepetésében visszatartotta a kezét, majd hirtelen elengedte, és ezzel akaratlanul orronvágott. Szintén Belgiumban tapasztaltam meg azt, hogy hazánknak tekinthetjük azt az országot is, mely befogadott. Lehetőségeket nyitott meg előttünk, és ahol munkánkkal hozzájárultunk a közjóhoz. Lehet szeretni két hazát is. Az emberi szív olyan tágas, hogy sok mindenféle érzelem belefér. Helyzetemet az olyan fiú esetéhez hasonlíthatnám, akinek két testvére van. Nem kell az egyiket a másik rovására szeretnie. Mindegyiket kedvelheti a maga módján. Csak akkor keletkeztek kételjeim, amikor a belga és a magyar futballválogatott ütköztek össze.
Megvártam az első gólt, és utána annak a csapatnak szurkoltam, amelyik vesztesre állt. A belga társadalomba való beilleszkedésemet, mint gazdagító folyamatot éltem meg. Sok olyan szokást, gondolkodásmódot, nézetet sajátítottam el, mely mellett kár lett volna észrevétlenül elmenni. Ez a kettősség nem osztja meg a lelkemet, mert szintézist alkot. Mind a magyar, mind a belga oldalam én vagyok. Ennek a kettősségnek megvan az az előnye, hogy tudom Belgiumot magyar szemmel és Magyarországot belga szemmel nézni. Hozzá kell tennem, hogy Belgium aránylag befogadó ország. Nem soviniszta, nem táplál előítéleteket külföldiekkel szemben, kétnyelvű ország, melynek elég problémája van a germán flamand és a latin eredetű franceul beszélő valon és brüsszeli lakosság együttélésére. A belgáknak van egy nagyszerű tulajdonságuk, a gondviselés önkritikai képességekkel áldotta meg őket. Nem veszik magukat komolyan, nem dicsekednek, nem fölfuvalkodottak, még azokon a hülye vicceken is jóízúan nevetnek, melyeket a franciák mesélnek róluk. A dolgokat pragmatikusan kezelik, nem szeretik a pátoszt. Ezt illusztrálnám a következő történettel. A háborúban, a csata után eltemetik a hősi halottakat. A francia katona keresztfájára az kerül, hogy Mort pour la France. Az angol katona sírján a fölirat jelzi, hogy ő meghalt for the king. A német katona a Vaterlandért esett el. Míg a belga katona sírja eszvésték, meghalt akarata ellenére. Il est mort malgré lui. A magyarok számára is a hősi halál dicsőség. A belga számára ez egy sajnálatos esemény. Nyelvében él a nemzet, mondták őseink. Nekünk furcsának tűnik, hogy egy belga vagy egy svájci ne értsen meg egy másik belgát vagy egy másik svájcit, ha csak meg nem tanulják honfitársuk nyelvét. Az is furcsának tűnik, hogy 20 közép- és dél-amerikai nép mind spanyolul beszél, és mégsem alkotnak egy nemzetet. Amikor megnősültem, brüsszeli születésű nejem azzal akart meglepni, hogy a hátam mögött megtanul magyarul. Azonban erőfeszítését aránytalannak találta. Tankönyvében a 17. leckéig jutott, melynek tárgya a szerelmi vallomás volt. Ezt még megtanulta, de kijelentette, hogy a lényeget már tudja, és nem megy tovább. Nem sokára egy kiváló magyar barátom érkezett Amerikából látogatóba, és kérdezte feleségemtől, hogy tanul-e magyarul. Párom bevallotta, hogy megkísérelte, de nagyon nehéz magyarul tanulni. Barátom, aki jó humorérzékel volt megáldva, erre megjegyezte, tudta, tudod, mondta, egyáltalán nem nehéz, csak éppen lehetetlen. A haza fogalmának egyik meghatározó tényezője a közös múlt. Egy hazához tartoznak mindazok, akiknek közös őseik vannak, és ezek együtt élték meg a történelem eseményeit. Ebből a szempontból létezik svájci vagy belga haza. Hát a viszontagságokkal teli magyar hazáról nem is beszélve. Itt értjük meg, miért kutatják
és írják meg történelmüket a születő félben lévő nemzetek. A 19. században az egyesítésre váró népek, mint a németek és az olaszok, történelmüket ébresztették föl, hogy megalapozzák és legitimálják a közös hazát és a közös államalkotást. A hazát testesítő szimbólumok megőrzik varázsukat még akkor is, ha szülőhazánkat elhagytuk. Ez velem is megesett. 1964-ben jöttem haza először. Az UNESCO által szervezett tudományos összejövetelen vettem részt. Magyar vendéglátóink tárt karokkal fogadták a külföldieket, és elvitték őket az opera évadnyitó előadására. Mielőtt fölhúzták volna a függönyt, a zenekar eljátszotta a himnuszt. Ezt nem követte a szöveg éneklése, de nekem elég volt, hogy szememet ellepjék a köldjék. A haza létezéséhez hozzátartoznak bizonyos közös szokások, berögződött tulajdonságok, preferenciák. Tudós antropológusok állítják, hogy bármelyik asszimilációs folyamatban lévő nemzeti csoport kedvenc eledeleit őrzi meg legtovább. Így történt ez az én esetemben is. Édesanyám bevezette nejemet a magyar konyha titkaiba, és még ma is lehet leszármazottaimnál tisztességes paprikás csirkéte. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát, hangzik a mondás. Valójában az ágyvetés is másként történik nemzetek, néha még tájak szerint is. Megvallom, hogy sose sikerült a belga szokáshoz alkalmazkodnom, mely a pokrócot a matrac alá gyűri. Ebben a tekintetben is megmaradtam magyarnak. Sajnos a hazaszeretetnek is megvannak a kilengései. A legsúlyosabbnak azt tartom, amikor a haza vallássá válik. Kisiskolás koromban minden délben fölálltunk, és a következő imát mondottuk el. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Akkoriban senkinek sem jutott eszébe, hogy Isten és a haza egy szinten ugyanannak a hitnek lett a tárgya, vagy hogy a földámadás nem csak Jézusra vonatkozik, hanem, amint a szöveg sugallja, a hazára is. Esküdtünk a magyarok istenére, mintha lenne nekünk külön istenünk. Amikor a hazafiság nacionalizmusba torkolik, kisajátítja magának Istent. A német katonák derék szíjának csatján ez állt, Gott mit unsz? Mit kellett volna tennie égi atyáknak, hisz minden hardban álló fél saját győzelméért esedezett? Egyes nacionalizmusok összeolvadnak egy meghatározott hitvallással. Az írek hosszú ideig háborúskodtak egymással, egyikük a katolicizmussal azonosította magát, a másikok a protestantizmus nevében rántott kardot. Ellentéteik még ma sem csicsultak el. Krisztus Urunk apostolai egy ideig azt hitték, hogy Jézus azért jött el, hogy világi földszabadító legyen, hogy visszaállítsa Izraelt régi dicsőségében. Már azon vitatkoztak, hogy ki milyen posztot fog betölteni a megújult országban. A mester azonban világosan kijelentette Pilátus előtt is, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Számomra a kereszténység valódi szociológiai csoda.
Ha Jézus csupán zsidó próféta lett volna, megmarad Izrael keretei között, mint egy zsidó megújító mozgalom feje. Ő azonban kitört a szociológiai meghatározottságból, és az egész emberiségnek lett a megváltója. Menjetek minden néphez, adta ki az utasítást apostolainak. És a kereszténység univerzális nemzetek fölötti vallás lett. Ezek a meggondolások vezetnek hozzászólásom végső szavaihoz. Van földi hazánk, de van égi hazánk is, az Isten országa. Le royaume de Dieu, mondjuk franciául, az Isten királysága. Ez az ország, ez a haza áll Jézus jó hírének a középpontjában. Be is mutatja tanításában. Sok olyan példabeszéd van, amelyik így kezdődik, az Isten országa olyan, mint, és jön a hasonlat, mint a kovász, mint az elrejtett kincs, mint a talált igaz gyöngy. Jézus ugyanakkor utat mutat, milyennek kell lennünk, mit kell tennünk, hogy kiérdemeljük mennyek országát. Különösképp kedvelem a szentek egyességének hittitelét. Azt sugallja nekem, hogy mindannyian emberek, akik élünk és akik eltávoztak közülünk, nagy közösségben élünk az Úr jelenlétében és az örökké valóságban, ahol a jó végleg győzött a rossz fölött. Hadd fejezzem be a 47. Zsoltárra, mely ezt zengi. Minden népek örvendezzetek és tapsoljatok. Istent áldjátok szép hangossággal és nagy fölszóval, mert az Úristen nagy fölségében ő királysága és nagy országa kiterjed messze az egész földre. Így legyen.